Hogy akkor üdvözlök mindenkit, ez itt a Max Szólt ki kiakat. podcast szintusan és a mai adásban arról fog beszélni, hogy mi volt a három legnagyobb hiba, amit 2021-ben elkövettem. Ez az, az adás, ahol egy picit önmagamat rosszolom, és uh, kinyitom azt a kis könyvecskét, így fogalmazok, hogy milyen volt nekem az idei év. Három uh, nagy hibát vétettem, aminek szerintem három nagy tanulsága van, úgyhogy ezért hoztam. Egyfő azért is, mert uh, gyakran hallom azt az ügyfeleimtől, amikor megosztok velük valamit, ami nekem nem megy jól, és uh, nem sikerül esetlegesen, akkor olyan egy ilyen megkönnyebbülés, hogy ja, hát azt gondoltam a videókban minden napja, hogy látok mindent tökéletes. Mindig minden tökéletesen működik, hát nyilván ez nem így van, úgyhogy erről. Azt gondolom, hogy igyekszem mindig nyíltan kommunikálni, de hozok három konkrét dolgot, hogy mi volt az, amiről egyébként lehet, hogy beszéltem is itt a csatornán, mint ötlet, hogy használd a változásodban, és utána egyébként nem használtam a sajátomat. de ilyen szempontból itt ez egy picit uh, hitelesség kérdés is volt. Hogy, de hát ez, ez van. Tehát, hogy nagyon az ember tudja, az más kérdés, hogy itt egy ilyen voltabb voltam tulajdonképpen, és nem használtam ezeket a dolgokat. Jó, vágjunk bele, hogy mi az a három dolog. Az első az nem más, mint hogy nem használtam 2021-ben a Profit First rendszert. Tehát az először a Profitot rendszer, amit Mike Mihalovic nevezett úriember talált ki, és akár a, a Pongor Publishingnél megtaláljátok uh, magyarul, vagy akár ugye a, a, a YouTube-on a Profit First rendszert, akkor az egy, az egy csodálatosan jó rendszer, ami alapvetően a, a, vállalkozásodban érkező bevételnek az elosztására szolgál, és arra, hogy, hogy egyszerűen tudatosan tudd azt mindig, hogy mennyi százalék a tied, és um, ha ezt meg szeretnéd nézni, akkor van már egy YouTube csatornámon a Profit First-ről. Uh, nem, csak, nem, csak, YouTube videó, nem akár Pongor Juhász közös webinár is, tehát ez beírott, hogy a Profit First, akkor megtaláld ezeket a videókat, és ott elmagyarázom részletesen, hogy mi ez a rendszer. Ezt sajnos nem használtam idén. Tehát, hogy halogattam, folyamatosan azt mondtam, hogy majd bevezetjük, a következő Q2, Q3, Q4 -be bevezetjük, mert most utazunk, mert most a könyv jön ki, mert most ez meg az és Valamire mindig fogtam, és valójában igazából pont ezzel elértem azt, hogy ha esetleg egy egyszerű rendszerben, egy egyszerű verzióban bevezettem volna, akkor sokkal előrébb tudtam volna tartani a változásom És ugye a Profit Firstnek az alapja az, hogy hogy kreatívvá tesz minket, és segít abban, hogy a bevételt azt jól osszuk el, és mindenképpen segít abban, hogy a vállalkozó is eleget tudjon hazavinni, és érezze azt, hogy egy jó csere van a vállalkozásra, és ő köztetett, ott energia áramlik. Gyakorlatilag én adok folyamatosan a vállalkozásnak, és kapok is vissza valamit tőle. Ebben az esetben, ugye, profitot. Jó, tehát, hogy én ezt nem használtam a vállalkozásomban idén. Ez azt gondolom, hogy hogy sok olyan döntésemnél segített volna, amit egyébként ösztönből hoztam meg, a First segített volna tudatosabban nézni a pénzügyeimet, úgyhogy ezt mindenképpen 2022-től kezdve bevezetem, és ez egy fontos tanulság volt egyébként, hogy sajnos azt kellett mondanom ezen a ponton, el kellett ezt fogadnom, hogy ez egyébként nem az én személyiségemnek az erőssége, egy ilyen rendszernek a működtetése, és ez egy dolog, hogy eddig is tudtam, és ez egy dolog, hogy tudtam, hogy, uh, hogy használom ki ezt a rendszer, de egyszerűen rá kellett jönnöm arra, hogy nem kell keményen dolgoznom, hanem okosan kell dolgoznom, és ez azt jelenti számra, hogy például a Profit First rendszert egy munkatársam fogja működtetni, így nem az én, az én ösztöneimre, az én szangvinikus személyiségemre lesz bízva ez a történet, hanem egy munkatársam, aki egy más típusú személyiség, és én mindösszesen kontrollálni fogom ezt a történetet, de nem én magam fogom működtetni. Jó? Tehát ez az első, ez egy nagyon fontos tanulság, hogy te is úgy érzed, hogy az ilyen rendszerekkel, a pénzügyekkel, stb. az értékesítés bármelyik igazából nehéz számodra, gondolkozz el azon, hogy ki az a külső kontroll személy, aki tud ebben neked segíteni. Erről beszélek sokat a csatornán, ezt itt előbb észre kellett volna vennem, de hát nyilván az ember folyamatosan ő, tanul. Ugye? Szóval ez. Ez az első dolog. A második dolog az az, hogy a time blockingot, tehát az időblokkolást, amit szintén nagy előszeretettel hangoztatok, hogy időblokkolás mindenek felett, azt nem olyan mértékben használtam, mint amilyen mértékben egyébként szerettem volna. Tehát a nyár végén leültem, megcsináltam a kiblokkolt őszt és a telet, tehát megírtam, hogy tematikus napok vannak, a hétfő a pihenőnap, megírtam, hogy a, a social media az. Kedd az oktatónap, szerda a social media nap, csütörtök CEO nap, amikor vállalkozás foglalkozó péntek ügyfelezős nap. Tehát végigírtam ezeket, és sajnos ez, 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 elbukott az ősszel. Tehát, hogy egyszerűen nem tudott abban a formában működni, hogy megírtam, amit szerintem reálisabb, egy picit lehettem volna magammal reálisabb. Nagyon sokszor például a hétfők is bebuktak az elmúlt időszakban. Tehát, hogy, hogy őszintén ez nem működött jól az, az elmúlt időszakban, úgyhogy erre rá kellett néznem, és azt kellett mondanom most így az évvége, az évvége, hogy eltelt, azt kellett mondanom, hogy, hogy egyszerűen egy picit megengedőbbnek, reálisabbnak kellene magammal szemben, mert egy nagyon komoly um, schedule csinált, ami nagyon komoly napirendet um, napi rendet, vagy naptárat, és egyszerűen ez túl sok volt. Tehát egy picit lehetett volna kisebbekkel kezdeni, és több uh, szabad helyet hagyni benne, mert, mert, túl sok olyan dolog volt, amelyek bejött, nem működött jól, és igazából itt kötődik is a harmadikhoz, hogy a, a legjobban ezt a time blockingot, meg a profit first-et, meg mindent alapvetően, az érintett, hogy egy rendszer az elmúlt hónapokban, amit nagyon sokat dolgoztam egy értékesítési rendszeren a, a, a háttérben, és ezt azt mondom, hogy több éven keresztül dolgoztam, hogy ez a rendszer működjön, és amikor elkészült a rendszer, akkor az volt az első, hogy nem én magam leteszeltem, és én magam váltam értékesíteni, hanem egyből értékesítő kollégákat kerestem, akik freelancerként, szabadúszóként segítettek nekem ebben a sztoriban. És nekem itt igazából a legnagyobb tanulság az az volt, ez ketté ágazik. Az egyik az az, hogy ha felépítesz egy rendszert, vagy felépítesz egy dolgot, akkor neked kell az elsőnek lenni, aki azt a rendszert leteszteli, és talán már biztos vagy benne, hogy működik, akkor kiszervezni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanulság volt. Sajnos ez ennek nem volt jó vége, úgymond, vagy nem rossz vége, de hogy nem értük el azt az adott eredményt, amit alapvetően szerettem volna, mert egyszerűen egyből kiszerveztem a sztorit, szabadúszó, szabadúszó kollégáknak gyakorlatilag, és ez is egyébként egy másik tanulság volt hogy, hogy az embereknek szüksége van egy motivációra, egy számonkérésre, hogy egy picit égjen a lábuk alatt a talaj, tehát az, hogy szabadúszó kollégák voltak, akik gyakorlatilag csak nyerhettek volna ezzel az értékesítéssel, de nem volt mit veszíteniük, így nem működött igazából a rendszer, szóval ez is egy fontos tanulság volt. Kicsit mondhatjuk azt, hogy vég az orrom előtt volt a megoldás. Igazából nekem kellett volna működtetni ezt a rendszert, és nem azonnal kiszervezni, Így is fogok tenni, igazából 2022-nek az elején. Én fogom működtetni ezt a rendszert, és majd, amikor már azt érzem, hogy biztosan, igazából ezt tovább lehet adni másnak, akkor fogom kiadni. Ott nekem ez volt a három, azt mondom, hogy legnagyobb üzleti hibám 2021-ben. A Profit First rendszert nem használtam, és nem fogadtam e ezzel kapcsolatosan segítséget, vagy nem fogadtam segítséget ezzel kapcsolatosan, 2022-ben ezen változtatok. Ezen kívül az időblokkolásba, a time blockingba nem voltam elég, jó, szintén itt is igazából el kell azon gondolkozni egyébként, hogyha nekem mondjuk több egyszerre nem megy a neki futás, egy dologgal kapcsolatosan, ez a time blocking régen jól működött, nem erre mondom, de ha több egyszerre nem megy a neki futás, akkor valószínűleg kell keresni egy külső kontroll személyt, aki segít nekem ebben a történetben, mert akkor lehet, hogy az én személyiségem, vagy én magam kevés vagyok ott ahhoz a sztorihoz. És az pedig az, hogy egy felépített rendszernél mindenképpen az elején nekem kell annak a személynek lenni, aki azt leteszteli, és csak utána lehet ezt delegálni, és nem lehet, nem lehet átugrani három-négy lépcsőt, igazából egyesével kell venni azokat a bizonyos lépcsőket. Jó, ez nagy tanulság volt nekem, remélem, hogy kaptál az én tanulságaimból és, és elkezded ezeket a dolgokat használni a vállalkozásodban, vagy egyáltalán leülsz és elgondolkozol azon, hogy neked mik voltak a 2021-es ballépéseit, hogy így fogalmazzunk, amelyek nyilván ne bánsd magad, ez fontos, hogy ne bánsd magad ezekért, ne devalváld azt, amit letettél az elmúlt időszakban az asztalra, de lásd objektíven, hogy mi az, amiben tudsz fejlődni, jó? Tehát, hogy ez nem azt jelenti, akkor most itt sírni kell, és akkor de rossz, itt vagy, tudsz változtatni, változasz rajta. Ahhoz, hogy ebben változtass, abban az adok segítséget, maxolt ki a per podcast linkre, a kattintasz, akkor egy két perces, kettő darab perces kérdőív kitöltése után, egy két perces kvíz kitöltése után hozzáférés kapsz több mint 30 sablonhoz, amik videók, sablonok, segédanyagok a második évadnak a témáihoz kapcsolódóan, tehát ehhez kaphatsz hozzáférést, úgyhogy kattints a maxotikahatát.hu per podcastra, és nézd meg ezeket a sablókat, két perces quiz kell kitölteni ehhez mindösszesen. Ha úgy érzed, értéket adtam 2021-2022-ben, és folytatjuk ezt, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornára, találkozunk a következő maxotikahatát podcast epizódban.